Az Örökösföld több mint 3000 lakásának ellátását szolgáló Ibolya utcai távhős légvezeték közel 40 éve épült. A műtárgyak és a szigetelések a koruknak megfelelő, leromlott állapotban vannak. A belvizes területen az akkori technológiák még nem tették lehetővé, hogy a földbe helyezzék el a csöveket, de ma már erre is van megoldás. 2007-ben a László és az István utca közötti üzletépítések idején a hálózat egy része már lekerült a földbe. A Nyírtáfő Kft.-n idén úgy döntött, hogy az Ibolya utcai 400 méteres szakaszt a Szegfi utcán a föld alá épített új vezetékekkel váltják ki saját forrásból. Ennek a vezeték fektetésnek a várható beruházási költsége 150 millió forint. Nagyon bízunk benne, hogy nem találunk olyan Viszmajor jellegű problémát, hogy más közművet ki kell váltani. Jelenleg a munkálatok jól haladnak, és a jövő héten már kezdődik az új vezeték fektetése. A távhővezeték kiváltási munkák idején az érintett területeken forgalomkorlátozásra kell számítani, de a rekonstrukció a szolgáltatás folyamatosságát nem befolyásolja. A levegőben lévő vezeték az energetikai megfontolások mellett már a városképet is zavarta. A Nyírtávhő Kft. Tervei között szerepel, hogy amennyiben lesz rá saját forrásuk, a további magas vezetésű szakaszokat is leteszik a földbe.